Isten megteremtette a világot arra, hogy az emberek teljesítsenek a saját anyagi vágyakat. Bhagavad gita is van nagyon jó róla szó a hetedik fejezetben, hogy ez a világ fenntartása az embereknek a vágya alapján történik. De az egyensúlyt a világban tartja fel a karma törvény. Ezért nincsen igazságtalanság, hanem minden, amit vet, az fog aratni. Isten nem avatkozik embernek az életébe, mindaddig, ameddig ember nem fordul hozzá, és nem vesz nála menedéket, vagy legalább nem imádkozik hozzá. Így világra van bízva az ember, és a világot a karmatörvény törvény kontrollálja, egyensúlyba hozza, ezért úgy tűnő igazságtalanság, első látásra, de hogy a teljes képet fogunk nézni a világról és az ember életéről, akkor minden nagyon is igazságos.